Szép estét kívánok, köszöntöm agrárturisztikai magazinunk nézőit. Nos, a Virágos Magyarország mozgalomról fogunk beszélni, ami immáron 2 évtizede több mint 3 millió embert mozgat meg esztendőnként hazánkban. És a tavalyi eredményről esik szó, hiszen 300 település közül 2017-ben Veszprém és Lajos-Komárom nyert el a környezetszépítő verseny fődíját, így ők képviselik hazánkat az Európai Virágosvárosok és Falvak versenyén, az Entente Floral Europe megmérettetésen. Erről fogunk beszélgetni vendégem Pirtyák Zsolt, Lajos-Komárom polgármestere. Szép jó napot kívánok, polgármester úr! Jó napot kívánok, én is köszöntöm tisztelt, a nézőket! Köszöntöm! Ja, és gratulálok! Mielőtt azonban beszélgetnénk, nézzünk meg egy filmet. Kivonatosan egy keveset Lajos-Komáromból, azt hiszem, hogy ez a 2 perc 10 másodperc is bebizonyítja, hogy milyen gyönyörűséges település az ön települése. Köszönjük szépen! Lajos-Komárom 2,5 ezer lelket számláló nagyközség Fejér megye délnyugati részén. Időszámítása a 18. század végén kezdődött, az egykoron erdővel sűrűnben őtt földet Battyányi Lajos gróf népesítette be. A község nyugati határában található szőlővel betelepített terület a gróf öccséről elnevezett Fülöp-hegy, mely pince sorával vonzza a környékre látogatókat. A falu 3 templommal büszkélkedhet, melyek közül elsőként 2 évszázada az evangélikus hívek háza épült fel. Az 1900-as évek elején vehette birtokába a település katolikus lakossága templomát. 100 esztendős a református templom, melynek különlegessége az órapárkányos hagymasisakos torony. A nagyközség természeti értékekben gazdag. A kirándulni, horgászni vágyókat 5 halastó várja. A háború áldozatainak tiszteletére ültetett, védett gesztenyefasor az emlékpark felé vezető úton minden évszakban kellemes látványt nyújt. A takaros település széles utcái és örökzöldekkel tarkított ápolt parkjai az ide látogatók számára a szépség, a rend és a nyugalom érzését sugallják. A hagyományok szerint húsvét hétfőjén sonkafesztivált rendeznek, melyen megelevelednek a tradicionális húsvéti szokások és népi játékok egész sora szórakoztatja a résztvevőket. Szeptemberben a Fülöp-hegy öltözik díszbe, ahol a természet színeivel vetekedő szüreti forgatag és mulatság veszi kezdetét. A Balatontól alig 20 kilométerre fekvő szép település méltán híres vendégszeretetéről. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás. Nos, gyönyörűséges volt ez a film. Azt hiszem, hogy nagyon szívesen néznénk körül élőben is, és érdemes is. Amikor arról beszélünk, hogy ugye milyen tematikája van ennek a Virágos Magyarország mozgalomnak, akkor az ápolt környezet, a települések rendezett utcaképe, az átgondolt fejlesztések viszik a prímet, hiszen aztán a végén kertészeti turisztikai szakemberek bírálják el. Amikor belevágtak, ugye én nagyon is jól tudom régről, hogy Lajos-Komárom mindig egy tiszta, ápolt település volt, rendes népek lakják annyi szent. Miért döntöttek úgy, hogy belevágnak és elindulnak ezen a megmérettetésen? Hát Lajos-Komárom mintegy 2 évtizede már aktívan részt vesz ezen a megmérettetésen. Hát úgy gondolom, hogy a település elődei és a település megjelenése, képe, ugye Vas Gerebben után legelső rendes falu, gondolom, tehát ezek is mind inspiráltak bennünket arra, hogy ezen a megmérettetésen elinduljunk. Fiatal település vagyunk, és ahogy ön is mondta, tehát egy rendezett utcaképpel, településképpel megjelenő falu, ahol a mezőgazdaság abszolút uralkodó, de az egész környéken, tehát nem csak Lajos-Komárom, a szomszédos településeken is, és a föld, növény, természet szeretete, tehát mind adott volt ahhoz, hogy ezen a megmérettetésen elinduljunk. És ez a Virágos Magyarország mozgalom, tehát ez az Entente Europe, Entente Florale Europe, tehát azért ez sokkal többről szól, mint maga a településen megjelenő virágok. Tehát röviden összefoglalva talán a
élhető, környezettudatos, fenntartható település. Tehát ezt úgy gondolom, tehát a legfőbb célja talán az egész megmérettetésnek ez, és ezt szeretnénk a lakosaink, és hát a környezetünkben is minél jobban propagálni, és bíztatni mindenkit, hogy ebben aktívan is részt vegyen. Igen, hát ez nagyon fontos, hiszen 9 ország több mint 25 ezer települése, és csak nem 50 millió lakos tudhat magáénak ez a kezdeményezés. És én mindig ilyenkor visszautalok, hogy az én nagymamám Iváncsán élt. Ő az egyik, sok mindenre volt büszke, lehetett is, hála Istennek, olyan volt, mint a Lajos komáromiak, de az egyik nagy büszkesége az volt, amikor kiírták, hogy tiszta udvar, rendes ház. És azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben méltó folytatása, mármint ebben az értelemben, mert hogy jó egy településen úgy végigmenni, hogy mindenki figyel a szomszédjára, a környezetére, a szembe szomszédra, és büszkeséggel töltheti el az idegent, ha az idegen ránéz, és csodálkozik, megáll az autójával. De mi kell ehhez a hétköznapokon? Hát, amiket elmondtam, ezek az emberi tulajdonságok, a természet szeretete, és hát úgymond az önfeláldozás. Ugye itt azért komoly fizikai munkát kell végezni, a legapróbbtól, talán a legkorosabb, legidősebb korosztályig, és ahogy mondtam már az előbb is, tehát a mi településünkön én úgy gondolom az adottságok, amelyek megágyaztak ennek az egész versenynek, és a lakosokban is elplántálták a növény természet szeretetnek a magjait. Tehát adott volt a közösség, és hát adott volt maga a település, ugye a település szerkezete. Talán az elsők között volt Lajos Komárom az a település, amelyet tervezőasztal mellett hoztak létre 1800-as évek legelején. Nagyon széles utcákat terveztek, nagyon nagy előkertünk van. Ugye sok magyar településen kis utca előkert nélkül. Tehát nálunk a főbb utcákon 12-15 méteres előkert. Tehát ott azért már lehet szépet alakítani. Igen, hát a Batthyány ér a Tetterről. Így van. Tehát a hercegi H betű ugye megjelent a település legelső utcaképében, és a H betűben ugye ezek a legfontosabb utcák, alapításkori utcák, tehát a nagyon széles előkertekben a lakosok döntő része virágos kertet alakított ki, és gondozta a település megalakítása óta. Ennek még most is látjuk nyomait, de azt el kell, hogy mondjam, hogy egyre nagyobb erőfeszítést igényel, és sajnálatos módon ennek nem feltétlenül vagyunk már haszonélvezői, tehát a 21. századi, hogy mondjam, talán nem betegség, de állapot, tehát egyre kevesebben hajlandóak azért már fizikai munkát végezni, és sajnos egy picit minket is érint az urbanizációnak az a problémája, amely miatt település korképe nem a legkedvezőbb, fiataljaink, főleg a képzettebb réteg egyre inkább elhagyja a települést, tehát sajnos minket is utolér ez a nem túl pozitív folyamat, és még megvan az a generáció, aki karban tartja a település utcaképét is, de egyre nehezebb, tehát egyre nagyobb erőfeszítést kíván ez. Ugye Lajos Komáromot a tehetős falvak között említjük, tehát nem csak szép, hanem ha úgy tetszik, tehetős vagy gazdag, mindegy, hogy fogalmazunk. Több mint 2000-en lakják, és ahogy ön is említette, nyilván az urbanizáció rányomja erre a bélyegét. Ugyanakkor tudják-e kellőképpen menedzselni az ott maradókat, rábírni őket, hogy folytassák azt a hagyományt, hiszen arról beszélt az imént, hogy több mint 2 évtizede vesznek részt ezen a megmérettetésen, ha nem is a győzelemért, hanem önmagukért. Mit kell tennie a polgármester hivatalnak ehhez, önnek? Hát úgy gondolom legelsőképpen, tehát egy ekkora településen, ahol mindenki ismer mindenkit, tehát példát kell mutatni. Tehát ha saját magamról beszélek, vagy a hivatal dolgozóiról, úgy gondolom, tehát mi azért próbálunk példát mutatni ki-ki otthonában. De ugye azért azt hozzá kell tennem, hogy
előbb is már beszéltem róla, tehát egyre nehezebb dolgunk van, és igen, Lajoskomárom egy tehetős település volt, inkább azt mondom. Tehát megint, én úgy gondolom, az rendszerváltást követő gazdasági folyamatok, amikor a mezőgazdaság eltartó képessége drasztikusan visszaesett, ez sajnálatos módon rányomta a bélyegét Fejér megye déli részére. Tehát most beszéltek az enyingi kis járás, most már járás, vagy a sárbogádi járás, de főleg az enyingi járás, ahol a mezőgazdaság, mi településünkről beszélek, ipar nem létezik, viszont a mezőgazdaság eltartó képessége olyan drasztikusan visszaesett, hogy ebből a tehetős településből, hát egyre inkább ez a tehetős jelző, úgy gondolom, hogy túlzottá válik. Csak egy-két számadatot hagyd mondjak, tehát a rendszerváltás előtt közel 1000 ember dolgozott a helyi termelőszövetkezetbe, nagyon prosperáló, jó minőségű, nagy mennyiségű mezőgazdasági áruk tudott előállítani. Most településünkön, ahol szerencsére családi kisgazdák jelentős számban megmaradtak, tehát nálunk a birtokszerkezet is egészséges és úgymond az elvárt képet mutatja, tehát 300 hektár alatti birtokok vannak, talán egy nagyobb gazda van a településen, de az ő számuk 50 családostól, ilyen 200 emberről talán, hogyha beszélhetünk. Tehát ugye 1000 és 200, tehát azért itt ugye nagyon nagy a különbség, és ebből adódóan, tehát ez a tehetős település, ez egyre inkább kezd visszaesni. Tehát most már, tehát ebben a jelenlegi gazdasági környezetben, ha tehetős településekről beszélünk, úgy gondolom sokkal szerencsésebbek azok a települések, akik nagyváros közelében helyezkednek el. És sajnálatos módon ennek látjuk mi is a kárát, egyre többen ingáznak, tehát ugye akik kiszorultak a mezőgazdasági munkákból, és ugye a mezőgazdaság mindig nagyon-nagyon kézi munka igényes volt, vagy hála Istennek, de ez a kézi munka igény ez egyre inkább háttérbe szorul, és hát ebből kifolyólag település mérete is lakosságszámot tekintve azért csökken, és hát ez gondolom a jövőben is folytatódni fog a gépesítés, robotizáció, precíziós gazdálkodásnak, hát nem mondom, hogy köszönhetően, de miatt inkább. No, ugye a régi mondás, hogy akkor kell átmenni az úton, ha odaértünk a híthoz, hát önök most odaértek a híthoz. Ilyen értelemben hogyan tudják, még egyszer kérdezem ezt, mert ez fontos kérdés, hogy hogyan tudják ezt a versenyt menedzselni, hiszen most nyertek. De hát az a legrosszabb, amikor akciónak hiszünk egy folyamatot. Mert önök ugye két évtized alatt bizonyították, hogy győzelemtől vagy eredménytől függetlenül ez a falu, ez a település szép. Igen. Most viszont ugrottak egyet, hiszen ez az európai megmérettetés azért ez rang mindenféle értelemben. Hát ezt én is így gondolom. Hát még az előző elmondottakra, beszélgetésre visszatérve, tehát ugye volt itt régen egy mozgalom, tiszta udvar, rendes ház. Még sok házon, a településen kint vannak ezek a kis táblácskák, alumínium táblák. Ugye büszkék, még mind a mai napig büszkék rá a tulajdonosok. Tehát mi ebben az évben elindítottunk egy virágos Lajoskomáromért mozgalmat, és ugyan nem feltétlenül alumínium táblát, de mindenképpen tehát egy versenyt indítottunk, amelynek az eredmény hirdetése még a nemzetközi zsűri érkezése előtt meg lesz a településen, és ugye ezzel is szeretnénk inspirálni a lakosainkat, hogy minél jobban kapcsolódjanak bele ebbe a megmérettetésbe, és minél jobban csinosítsák ki a házhelyüket, előkerteket, és ugyanilyen mozgalmat indítottunk el civil szervezetek számára, és a településen 20 civil szervezet működik, és a civil szervezetektől a közösségi terek, intézmények környékének a rendbetételét várjuk el. Tehát minél több helyi lakót szeretnénk bevonni ebbe a
rendezvénybe, és hát bízunk benne, hogy ennek meg lesz az eredménye. Kaptak ehhez szakmai segítséget? Igen, tehát kezdetektől fogva és köszönettel tartozom mind a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, és mind az ügynökségen keresztül hozzánk érkezett szakértőknek, önkéntes tanácsadóknak a munkájáért, tehát nagyon nagy segítséget nyújtottak, és folyamatosan nyújtanak is, tehát ebben a hónapban is kétszer érkeznek el a településre. Tehát folyamatosan készülnek. Így van, fogják a kezünket, és hát irányítanak. Ugye ők már több éves tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi megmérettetés területén. Vannak olyan, szerepelnek olyan részek abban a tervben, amit meghatároztak, hogy ezt meg kell, illetve meg lehet valósítani, ami újdonságként hat. Mert úgy képzelünk el egy szép települést, én magam is, hogy rendezettek a kertek, virágos, tiszta az utca, szép a bekötőút mellett, a fák, megnyesve adott esetben, de ennél több kell. Igen, tehát én úgy gondolom, tehát ahhoz, hogy mi ezt a versenyt megnyerjük, az előző évben Tihany volt az 50 ezer fő alatti települések kategóriájában Magyarországon az abszolút nyertes. És ugye Lajos Komárom Tihanyhoz képest, tehát hogy azért óriási nagy különbség van. Én úgy gondolom, tehát a mi településünkön, ami a magyar zsűrit is megfogta, tehát a természeti adottságaink, és mint már többször is mondtam, a település felépítése, szerkezete. Tehát egy csendes, nyugodt, szép és barátságos település. Igen, helyén, most... helyén vannak a szőlők, helyén vannak a sportpályák, helyén van a iskola, közösségi terek, az ogoda, iskolák. Igen. Így van. Tehát is egy szép, nyugodt, tehát úgy gondolom, tehát a gyerekek a nevelésük megkezdésekor, tehát ugye az óvodánk, iskolánk egy elzárt, gyönyörű területen vannak, ugye közel már 100 éves gesztenyes fasorban helyezkedik el, tehát ebben a fasorban más intézményház nincs, tehát csak kimondottan oktatási intézmények vannak, mellette egy nagy völgy, erdős völgy, benne egy tó, ösvény, tehát egy nagyon kellemes, nyugodt, megnyugtató érzést ad, és úgy gondolom tényleg a gyerekeknek is egy, ha nem is az iskolába járás, de amíg eljut az iskolába, azért ez egy kellemes érzés. És ezt értékelte a zsűri, úgy gondolom, és még hát ugye mellette, tehát beszélhetünk ugye Sári pusztáról, Sári pusztának is a természetessége, megjelenése, tehát ez mind adatot, alapot szolgáltatott arra, hogy településünket válasszák. Belföldi turizmus miként érinti önöket? A Sári pusztát egyértelműen, hát azt gondolom, hogy tudja mindenki, hiszen a lovasport egyik fellegváraként, de úgy általában Lajoskomára is betérnek az emberek? Van rá készség? Hát ugye a turizmus, úgy gondolom, hogy ez Lajoskomárom esetében a jövő nagy kihívásai közé tartozik. Tehát, hogy a turizmusból a település nagyobb szeletet ki tudjon hasítani. Ha az elmúlt évtizedekről beszélünk, tehát ugye ön is említette Sári pusztát. Sári pusztán rendszerváltásig nagyon komoly turizmus, turisztikai élet folyt. Ez jelentősen visszaesett, tehát ott a sportlótenyésztésre átálltak Sári pusztán, ugye itt már a turisztikai jellegű fejlesztések azért háttérbe szorultak. Lajos Komárom esetében most kezdenek kibontakozni a turisztikai attrakciók, és most kezdenek foglalkozni turizmussal. Adottságaink megvannak, horgásztavaink, szabadtavaink, vadászati lehetőség, erdőink, hát és maga a település kellemes megjelenése, tényleg egy barátságos, eléggé egyedülálló pincesorunk, 1 kilométer hosszan, jó keleti sor, nyugati sor rendezett, egy igen színvonalas vendégház nyílt 2 évvel ezelőtt a településen. Nevét nem mondom, mert talán reklám lenne, de
büszkék vagyunk erre is, tehát a település képéhez mindenképpen pozitívan járult hozzá. Én magam sem Lajos komáromi születésű vagyok, de nagyon jól esik a településen lakni, és úgy gondolom, tehát a vendégeink, akik megjelennek a településen, egy pozitív képpel tudnak távozni. No, tehát rövidesen jön a nemzetközi megmérettetés, mire számítanak? Utána néztek, hogy általában, hogy mire figyel a nemzetközi zsűri? Hogyan, miként dönt ebben a kérdéskörben? Igen, tehát itt úgy gondolom mindenki, aki ezen a versenyen elindul nyertes, aki bejut az európai döntőbe, kiemelten nyertes. Van egy 10 pontos értékelési szempont, tehát kezdve az állatvilág, élővilág, turizmus, de leginkább, amit mondtam, tehát a környezettudatos nevelés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, levegőminősége, tehát nagyon-nagyon sok pontot fognak végig nézni, ellenőrizni. Egy megadott útvonalon fog ez a zsűri végigvonulni, és 4 órás időtartam alatt értékelni fogják a települést. Tehát egy nagyon szigorú menete van ennek az egész megmérettetésnek, és június 28-án fogunk szembesülni. Jó, hát szurkolunk. Egyébként tavaly itt járt nálunk a tihanyi polgármester, akivel arról beszélgettünk utólag is, ők már az európai verseny után jöttek, hogy tulajdonképpen a telep, mondjuk Tihanynál ez egyszerűbb a világ az apátsággal, a Balatonnal és így tovább, de alapból nem változtatott a falu berendezkedésén, hát most nevezzük falunak, teljesen mindegy, tehát a település berendezkedésén a siker sem. Viszont elkötelezetté tette a polgármesterhivatal, az önkormányzat dolgozóit, elkötelezetté tette a közösségeket, akiket ön is említett, hogy folyamatosan segítenek önöknek, és elkötelezettette azokat az embereket, akik ott élnek. Tehát nem csak átutazóban vannak, hanem ott élnek. És ez így együtt, így ezt gyúrták össze, és azóta is tartják. Tehát ez lesz a jövő, ez lehet a jövő Lajos Komárommal is. Hát úgy gondolom, ez teljes mértékben csatlakozni tudok, én magam is. Településünkön egy nagyon jelentős társadalmi szerepvállalás volt jellemző az elmúlt évtizedekben, ugyanúgy napjainkban, és igen, úgy gondolom, tehát ezeket összegyúrva, közösségi összefogással eredményesen tudunk részt venni ezen a versenyen, és összességében nem fogja megváltoztatni a települést, nem fogunk új komoly fejlesztésekbe belevágni, de mind a részvétel, és mind úgy gondolom az ezt követő idő, tehát azt arra ad majd igazolást, és arra buzdítja a lakosokat, hogy minél többet foglalkozzanak saját környezetükkel, fenntartható, környezetbarát módon. Igen, hát ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én sok sikert kívánok, én azt hiszem, hogy lesz dolguk még bőven, hogy jó legyen továbbra is Lajos Komárominak lenni. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm nagyon szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfo turisztikai magazinunkat látták, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!